Tisztelt elnök úr, igazgatóasszony, képviselő úr, főtiszteletű püspök úr, emlékezünk, és reménységgel emlékezünk, és sokadik alkalommal emlékezünk együtt a kitelepítésekre. És immáron második alkalommal vehetünk részt a hivatalosan is bevezetett kitelepítési emléknapon, április 12-én. Jó magam is többször vehettem részt ilyen alkalmon, államtitkári minőségemben is, ilyen úton is jelezve, hogy Magyarország kormánya nem mond le a felvidéki magyarság jogairól. Ez a mai megemlékezés abban különbözik a korábbiaktól, hogy ma jó reménységgel, talán megkönnyebbülten is lehetünk együtt. Ezt nem csak, sőt nem elsősorban azért látom így, bár kétségtelenül azért is, mert április 6-án példátlanul erős, másodszori választói felhatalmazást nyert, a nemzet ügyei és a határon túli magyarság ügyei iránt elkötelezett kormányzás, és ezáltal nemzetpolitikánk folytatása, a nemzetpolitikánkban való tovább lépés is ilyen felhatalmazást nyert. Tudom, önök közül, ti közületek, sokan egyelőre nem vehettek részt ezen a választáson, de a támogatás kifejezésének a választásokon való részvétel csak az egyik, és nem a legfontosabb formája. Az ima például fontosabb. Köszönjük a támogatást, ezáltal megerősítést nyert az a politika, amely sosem mondott le a Benes dekrétumok által a magyar és a szlovák nép kapcsolatai ütött seb begyógyításáról, az igazság kimondásáról és az új korszak elkezdéséről a két nép történetében. Mindezt tettük úgy, hogy az elmúlt 4 esztendőben jelentős klímaváltozást tudtunk elérni a magyar-szlovák kétoldalú államközi kapcsolatokban, különösen a 2006-2010 közötti első Fico kormány időszakához képest. A felvidéki magyarság jövője szempontjából azonban legalább ennyire reményteli az, ami a napokban Pozsonyban történt. Az, hogy a szlovák köztársaság első embere, Kiska elnök úr határozottan elítélte a szlovák hatóságok magatartását egy olyan fiatalasszonnyal, Malina Hedviggel szemben, aki védelemért folyamodott hozzájuk, amikor fizikailag bántalmazták magyar nyelvhasználata miatt. Az új szlovák elnök kegyelmet is ígért az áldozatnak. Kegyelmet az áldozatnak. Már ez is mutatja a helyzet fokozott abszurditását. De nagyon fontos, hogy nem nagy vonalúságból ígért kegyelmet, mintha egy bűnöshöz akarna emberséges lenni, hanem határozottan elítélte a Malina Hedvig ellen folytatott állami önkényt és hisztéria hadjáratot. Miben áll Kiska elnök úr nyilatkozatának a jelentősége? A szlovák elnöknek ezzel a nyilatkozatával Szlovákia úgy vélem fényéveket lépett előre abban az irányban, hogy politikai berendezkedése ne csak a szlovák többség, hanem a szlovákiai magyarság számára is tényleges demokrácia legyen. És ezáltal a magyar-szlovák viszony is fényéveket lépett előre ezzel az egy nyilatkozattal
a történelmi megbékélés irányába, tehát abba az irányba, amely a magyar kormányerőknek Eszterházy János szellemiségében mindig is célja volt. És hogy ez nem hiú ábránd, hanem lehetséges, jól példázza, hogy a magyar-szerb viszonylatban igenis elkezdődött ez a történelmi megbékélési folyamat a közelmúltban. Mert Balina Hedvig sorsában, mint ebben a tenger, benne van az egész szlovákiai magyarság sorsa. A szlovák állam ő hozzávaló viszonyulásában benne van a szlovák állam mindenkori viszonyulása a területéhez csatolt magyar lakta vidékekhez és az egész magyar közösséghez. A diáklány, akit megvertek, mert magyarul beszélt, vádlott lett, amiért védelemért fordult annak az államnak a hatóságaihoz, amelyiknek állampolgára volt, és a több gyermekes édesanya, akinek el kellett hagyni a szülőföldjét a szűnni nem akaró állami zaklatások miatt, akit előbb emberi jogaitól fosztottak meg, mert magyar, majd állampolgárságától, amiért üldöztetései elől menekülve magyar állampolgárságot kért, ő, korunk kitelepítettje, elűzöttje, ahogy a német mondja, vertreibene, nemzeti hovatartozása miatt szülőföldjéről elűzöttje. És csak azért nem hontalanja, mert Magyarország immáron igazi hona és otthona a világ minden magyarjának. De az ő történetében nem csak a magyarság máig tartó jogfosztottsága és az etnikai alapon gyakorolt állami diszkrimináció és önkény van benne, hanem benne van a szlovák ügyvéd is, a szlovák pszichiáter is, aki nem csak szakmailag, hanem emberileg is teljes mértékben azonosult Védencével. És minden követ megmozgatott, és soha nem adta fel, hogy az igazságnak érvényt szerezzen. És benne van a szlovák vőlegény, majd férj is, aki végig kiállt magyar menyasszonya, majd felesége, majd gyermekei édesanyja mellett, és ő értük elfogadta Magyarországot új otthonának. És benne van sok-sok szlovák újságíró és emberjogi harcos, akik nem hagyták annyiban, hogy Szlovákiában mindez megtörténhet, és az állami propagandával szemben hitelesen tájékoztatták a világot és a szlovák közvéleményt arról, ami Szlovákia egy kiszolgáltatott polgárával történt. A történetben tehát az egészen elképesztő sötétség és állami önkény mellett mindig is benne volt a remény is. Az egymásra találás, a megbékélés reális esélye. Az, hogy a magyar megbékélési szándéknak mindig is voltak, vannak, és mindig is lesznek kapcsolódási pontjai szlovák oldalon is. Igenis, a magyar-szlovák viszonyban a józanságnak és a normalitásnak igenis van esélye. És most már benne van a történetben Szlovákia új köztársasági elnöke is, aki határozottan azt mondta, a magyar diáklány, majd fiatalasszony meghurcoltatására, hogy elég volt. Köszönjük, elnök úr! Az, hogy ezt a szlovák köztársaság első embere mondta ki, nem csak Malina Hedvig irányában, egy fontos üzenet. Fontos üzenet ez a magyar nyelven oktató szlovákiai tanárok számára, hogy nem kell azzal az iskolába menniük reggelente, hogy vajon megveretésre vagy állami diszkriminációra ítélik tanítványaikat, amiért magyar nyelvűségre nevelik őket. Fontos a magyar szülők számára, hogy gyermekük, akik akkor is egyenrangú állampolgár lehetnek a szülőföldjükön, ha magyarul végzik az iskolát, és magyarok maradnak. A vegyes lakosságú települések hivatalaiba belépő magyar ember számára is fontos, hogy nem kell
másodrangúnak érezniük magukat az állami hatóságok előtt, amilyen magyarok, és használják az anyanyelvüket. A buszvezető számára is, hogy talán nem fogják újra olyan törvényekkel fenyegetni, hogy több ezer eurós büntetést kell a vállalatának fizetnie, ha magyarul köszön a járművére felszálló utasnak. És talán a szlovák ember számára is fontos, hogy nem lesz Szlovákia rosszabb ország attól, ha magyarul is szabadon lehet benne beszélni. Mert egy tényleges demokráciában az egyéni és közösségi szabadság természetes. Természetes kell legyen, mint az oxigén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Ma, itt, a kitelepítési emléknapon ne a múltról, hanem a jövőről van szó. A Benes dekrétumokkal kapcsolatban minden megnyilvánulás pro vagy kontra egyaránt nem a múltról, hanem a jelenről és a jövőről szól. Amikor a kitelepítésekre emlékezünk, akkor nem az a kérdés, hogy mi volt. Azt már nem lehet meg nem történté tenni, hanem az a kérdés, hogy mi van, és főként, hogy mi lesz. És nem is a formális bocsánatkérés, vagy kárpótlás elérése a célunk önmagában. Természetesen az is helyén való lenne, de mit érne önmagában, ha utána minden ugyanúgy menne tovább, mint eddig? A célunk azonos minden ténylegesen elkötelezett demokratáival, szlovák demokratáival is. Egy olyan szlovák-magyar viszony, egy olyan Szlovákia, amelyben nem kell félnie, amelyben szabadnak érezheti magát, amelyben szabadon használhatja az anyanyelvét, amelyben bizonyosnak tudhatja nemzeti közössége fennmaradását és gyarapodását, minden magyar és szlovák egyaránt. A cél elérése az alapfogalmak tisztázása nélkül nem lehetséges. De hiszem, hogy közeledik az idő, hogy megkezdődhet egy olyan folyamat, amelyben a magyar és a szlovák közgondolkodás közelebb kerülhet egymáshoz a például szabadság, vagy éppen a béke fogalmának az értelmezésében. A jogfosztások és kitelepítések egyik legdrámaibb vonatkozása, hogy egy tragikus történés sorozatra közvetlenül a háború után akkor került sor, amikor az emberi szíveket a beköszöntő békére és a vele együtt érkező jobb, szebb és igazságosabb világra való várakozás hite töltötte be. Ám ők ehelyett a magyartalanítás rendeleteinek és intézkedéseinek sorát és a vele járó megaláztatás és gyűlöletkeltés embertelenségét kapták a maguk és nemzeti közösségük részére. A szlovákiai magyarságot állampolgári jogaival együtt megfosztották a békétől, a béke örömétől is, a háború embertelen temérdek szenvedését követően. A legdöbbenetesebb dolgok közé az a korabeli csehszlovák érvelés tartozik, amely a békét az embertelenségekkel azonosítja. Azt állítvány, hogy aki az embertelenségek ügyében igazságot akar, az a békét kérdőjelezi meg. Ez a béke fogalmának a lejáratása volt, amit minden békét szerető embernek el kell utasítania. A jogfosztások és a kitelepítések mögött ugyanaz a filozófia húzódott meg, mint Malina Hedvig üldöztetése mögött. Az, hogy az én békém egyenlő a másik ember ellen, az én nemzetem békéje egyenlő a másik nemzet ellen folytatott háború és zaklatás zavartalanságával. És abba is belegondolhatunk, hogy ez milyen aktuális ma a világban, hiszen nézzünk csak Ukrajnára, van olyan érvelés, és nem csak Oroszország részéről, hogy a béke az ukrán nép elleni erőszak elfogadása. Ez az érvelés rettentő üzenetet hordoz, a világ jövőjére nézve is.
mert ez az érvelés és ez a logika az erőszakot legitimálja. A mi jövőképünk a világról más. Egy olyan világ, egy olyan Közép-Európa, amelynek viszonyait a mindenkit egyaránt megillető béke, szabadság, szolidaritás és az együttműködés határozza meg. Ilyen viszonyt szeretnénk látni a világot igazgató hatalmi tényezők között, ilyen viszonyt szeretnénk látni Európa nagyobb és kisebb tagállamai között, ilyen viszonyt szeretnénk látni a központ és a periféria között Európában, és ilyen viszonyra szeretnénk építeni Közép-Európa, illetőleg a magyar és a szlovák nép kapcsolatának a jövőjét is. Tehát rehabilitálni kell az alapfogalmainkat. Rehabilitálni kell a béke fogalmát. Ki kell mondani, hogy az én békém a másik ember békéje is, különben nem béke a béke. Az én nemzetem békéje a másik nemzet békéje is, különben nem béke. És rehabilitálni kell a szabadság fogalmát is. Ki kell mondani, hogy az én szabadságom a másik ember szabadsága is, különben nem szabadság, és az én nemzetem szabadsága és a másik nemzet szabadsága egy, különben megint csak nem szabadság. Ezen az alapon szeretnénk áttörést elérni a következő években a magyar-szlovák viszonyban is, tisztelt hölgyeim és uraim. Számunkra stratégiai kérdés a jó szomszédság. És ha ez Szlovákia számára is stratégiai kérdés, akkor közös stratégiai ügyről van szó, és ennek alapján a szó legeredetibb értelmében vett stratégiai partnerség jöhet létre a két ország és a két nép között. A magyar politika ezen fog munkálkodni továbbra is. Mi, akár csak a felvidéki magyarság két háború közötti politikai vezetője, Esterházy János, a szlovák népre mindig a velünk évezrede együtt élő rokon népként tekintünk, mélységes tisztelettel, akivel a Teremtő Isten rendelése folytán közös volt a múltunk, és közös kell legyen a jövőnk is itt a Kárpát-medencében. Fábri Zoltán író, a felvidéki magyarság stószi remetéje, 1947-ben a felvidéki magyarok nevében az akkori uralkodó csehszlovák politikai elithez a cseh nemzet nagy reformátorának, Husz Jánosnak a szavaival fordult. Idézem Husz Jánost. Keresd az igazat. Hallgasd az igazat. Tanuld az igazat. Szeresd az igazat. Mondj igazat. Őrizd az igazat. Óvd az igazat, mint halálig. Husz János életét adta ezért a programért. Jövőre lesz 600 éve. Legyenek az ő szavai, gondolatai közös programmá. A cseh, a szlovák és a magyar nép számára az elkövetkezendő esztendőkben. Köszönöm szépen a figyelmüket!